Eseménydúsra sikerült a parlament őszi időszakának utolsó hete. A Népjóléti Bizottságban a kötelező oltásról szóló határozati javaslatomról vitáztunk, illetve szavaztak is a képviselőtársaim, illetve a plenáris ülésen sok szavazás közepette döntöttünk Völner Pál sorsáról, illetve a vészhelyzet meghosszabbításáról is. A Népjóléti Bizottság elé került a kötelező oltásról szóló határozati javaslatom. Egy igen érdekes és egyébként szerintem értékes vita alakult ki, aminek a legnagyobb és legfontosabb pillanata az volt, amikor egy fideszes képviselő, aki egy volt kórházigazgató, határozottan kijelentette, hogy ebben a járványhullámban csak azok halnak meg, akik nincsenek beoltva. Ezt úgy nagyjából mindenki el is ismerte, sajnos a Népjóléti Bizottság elutasította azt, hogy ez a határozati javaslat a parlament elé kerüljön. Én ezt nagyon szomorúnak tartom, de az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, az ISZOM, az én pártom továbbra is küzdeni fog azért, hogy a kötelező oltásokat csak úgy, mint Németországban és Ausztriában és Európa egyre több országában, így Magyarországon is bevezessék. A Magyar Országgyűlés sokat szóra is megszavazta a vészhelyzeti törvényt, lánykori nevén felhatalmazási törvényt, aminek gyakorlatilag semmi értelme nincsen, hiszen a Fidesznek kétharmados többsége van a Magyar Országgyűlésben, bármit megszavazhatnak. Gyakorlatilag ez az egész egy színjáték, amit ők arra használnak föl, hogy talán még többet tudjanak lopni, és hogy még több egymásnak ellentmondó törvényt tudjanak meghozni, lehetőleg minél gyorsabban az ellenzék beleszólása nélkül. Természetesen ezt a törvényt, ahogy eddig sem, most sem szavaztam meg. Az elmúlt hetek talán legnagyobb vihart kavart ügye Völner Pál államtitkár, fideszes államtitkár ügye, akiről azok a hírek járják, hogy alkalmonként 2-2,5 millió forintot fogadott el bizonyos emberektől, hogy bizonyos ügyekben eljárjon az érdekükbe, vagy információt cseréltek. Abban az országban, ahol naponta hallani arról, hogy milliárdokat lopnak el, vagy csikkasztanak el, és nem történik semmi, tényleg egészen elképesztő, hogy egy ilyen ügyben érdemi eljárás indul. Hát egyébként természetesen nagyon helyesen, mert senki ne lopjon egy fillért se, nem hogy milliót vagy milliárdokat. De nyilvánvaló, hogy a Fidesz szándéka az, hogy ezzel az ügyel fölmutassa az Európai Uniónak, az ide látogató celebritásoknak, például Macron elnöknek, hogy hát itt jogállam van, és itt bizony működik a rendőrség és az ügyészség. Egészen felháborító ez az ügy. Én nagyon remélem, hogy nem sokára kormányváltás lesz, és érdemben ki tudjuk vizsgálni azokat az elképesztő ügyeket, amelyek gyakorlatilag a magyar népet, a magyar országot, a magyar államot 1000 milliárdokkal károsították meg, és azt is remélem, hogy ezekben az ügyekben nagyon súlyos ítéletek fognak születni. Ez volt az utolsó szám az idei parlamenti napónak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a nézőknek és a kollégáknak is, Tóth Péternek és sokatnak másoknak, akik itt együttműködtek abban, hogy ez a műsor létre tudjon jönni. Remélem, hogy informatívak voltunk, remélem, hogy tudtunk olyat mondani, amit másút nem hallottatok. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és hát boldog új évet kívánunk innen is. És hát természetesen folytatjuk jövőre, elképesztő évünk lesz. Lesz azért még jövőre is parlament, lesznek ülések, és hát persze lesz választások is, arról is be fogunk számolni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, jó pihenés mindenkinek!